Szeretettel köszöntelek benneteket Ciprusról, a nevem Jázmin, aki még nem ismer. Most van egy kis időm, Szulejmán alszik, nézzük meg, hogy mit akarnak nekünk ma délután mondani. El szeretném mondani a közleményeket. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne oldást, gyógyítást, úgy érzi, az élete nem halad, annak tudunk segíteni, én és Mónika. Aki szeretne átok rontáslevételt, úgy érzi, hogy megátkozták, úgy érzi, hogy az élete nem halad, annak tudok segíteni, szerelmi összekötés, de csak akkor, hogyha az illető szeret téged. Ennyi lett volna a közlemények, nem csak ennyi, elnézést. Vannak kulcstartók, ami megvéd téged az aznapi problémáktól, balesetektől és a rontás átoktól. Vannak gyönyörű szép karkötők, be fogom linkelni, hogy milyen színűek vannak, és mindenfajta betegségekre, vérnyomás, szomorúság, depresszió, szerelemre, bármi betegségre ott hat, ahol kell. Most pedig nézzük, hogy mit akarnak nekünk üzenni. Egy pillanat. Nagyon szél van, gyerekek, aztán holba nem ment, nem akarom, hogy csöngessen, mert fel kell Szulejmán. Na, először húzok lapokat, aztán mondom. Diadalszekér, valaki közelebb akar jönni hozzád. Halálváltozás. Király. Botok. Nap, legjobb kártya. Egyensúly. Érmék apródja, nem akar valaki elengedni, valaki nagyon intuitív, érmék királya, akadás is van, elakadás, valaki várja a jobb dolgokat, érmék ötös, szomorúság, kettes kelyhek is itt van. Jó hír, hatos botok, újra elakadás, király kardok, uralkodó nő, álmodozás, és valaki beszélni is akar a kardok ászában, remélem látjátok a dolgokat. Úgy érzem, hogy valaki gondol rád ugyanakkor a múltban, úgy érzem, hogy ez a férfi el volt akadva, és nem tudta, hogy igazából mit is akar magával, nem tudta, mit is akar a kapcsolatban, és minden ott volt a levegőbe, de most, hogy valami változott a kapcsolatban, most úgy érzem, hogy a kapcsolat és az élete is gyógyulásnak indul, és úgy érzem, hogy nagy változás fog jönni a kapcsolatban, és itt van a napkártya, és itt van a halálkártya is, ami változást fog idézni a kapcsolatban. Magyarul jobb lesz a kapcsolat, és gyógyulásnak indul, a fenti hatalom segíteni fog. Úgy érzem, hogy kezd kijönni a háborgó vizekből, lassan, de biztosan el fog evezni egy olyan helyre, ahol türelem van, boldogság és szerelem, tehát magyarul a kedélyek le fognak higgadni, és sokkal jobb lesz a kapcsolat és az élete, mint előtte volt. Úgy érzem, hogy a múltban ez a férfi mindig a legrosszabbra gondolt, negatív gondolatai voltak, pessimista gondolatai voltak, és ráadásul nem volt benne biztos, hogy mit akar veled, vagy mit akar az életével. Igazából úgy mondanám, hogy nem érezte stabilnak magát, vagy nem érezte magát biztonságban a kapcsolatban, vagy pedig lehet mással van, vagy a munkája máshová szólítja, és úgy érezte, hogy nem stabil a kapcsolat, nem jó az alap. Negatív gondolatai voltak, hol negatív, hol pozitív, hisz látjátok, egy negatív, egy pozitív kártya jön egyfolytában, elakadást jelez a kártya, de úgy érzem, hogy igazából a saját érzései gátolták,
A jó dolgok az volt, amikor intuitív volt a főpap nőbe, akkor érezte, hogy nagyon szereted, és 100%-osan megbízott benned. Aztán jött egy nap, mikor felébredt, és negatív gondolatai, a negatív félelmek feljöttek, hisz azok már meg is voltak előtted is, volt, aki cserben hagyta, vagy megcsalta, vagy csak gyerekkorából, vagy csak amit a szülők beletuskoltak. Félelmek voltak innen-onnan, és azok ilyenkor feljönnek, amikor valakit nagyon szeretünk. Ami jó dolog, annyira jó kártyák vannak, a napkártya, a mértékletesség, a papnő és a uralkodónő és a kettes kelyhek, hogy nagy változás fog jönni a kapcsolatban, sokkal pozitív lesz, sokkal jobb energia lesz a kapcsolatotokban, vagy már van, érezni fogja a stabilitást magával, önmagával szemben. A kapcsolat úgy érzem fejlődni fog, és lassan eléritek azt a pontot, amikor már megbíztok egymásban, és fejlődésnek indul a kapcsolat. Úgy érzem, hogy szeretne veletek házat, gyereket a kettes kelyhekben, családot alapítani, akinek még nincs. Ha van gyereketek, vagyis ha van gyereke, azt is szeretné gyógyítani, lehet, hogy nem annyira érezte jól magát apának vagy anyának. Tehát ha van gyereke, azok is gyógyulást fognak kapni. Úgy érzem, hogy igazából egy családot szeretne veled alkotni, és érzelmileg sokkal stabilabb akar lenni, mint most. Úgy érzem, most már tudja, hogy mit akar. Igen, vannak még félelmei, vannak még belső blokkjai, lehet, hogy pont mással van, lehet, hogy házas, lehet, hogy vízum nincs, lehet, hogy más a vallása, lehet, a család nem akar téged. Úgy érzem, hogy ebben a percben gondol rád, hiányzol neki, és azokra a dolgokra gondol, amit már együtt megéltetek, beszélgettetek, és messziről gondol rád, és élvezi azt, hogy telepatikusan tud neked ilyen üzeneteket adni, tehát van egy centrum, és körbe így üzeneteket küld neked, amit lehet, hogy ma te érzel, úgy érzem, ma nagyon érzelgős, lehet, hogy nem azt mondom, hogy sír, mert ugye férfiak nem sírnak, de ha nő, akkor biztos sír. Tehát telepatikusan egymást érzitek, egymásnak a vágyát, de legjobban az energiát, hogy milyen a kedve jelenleg, és semmi más nem akar, csak hogy együtt legyetek, és igazából azt szeretné, hogy a két lélek összekapcsolódjon végre, és egy családot alkossatok. Úgy érzem, hogy lehet, hogy valami történt a múltban veled, vagy valamiben nem egyeztetek, vagy valami történt, amiért úgy érzem, hogy szomorú volt, szomorúság jött fel, vagy egyáltalán csak azért, hogy nem lehettek együtt. Nézzünk még kártyákat. Te vagy neki a boldogsága, amikor rád gondol, és nagyon szeret téged, mosolyog a szíve, hogyha eszébe jutsz, imádja az illatod, imádja az életed, imádja a lelkedet, imádja a szépséged. Pillanat. Yes. Rendettem ilyen vagamamát, azt hittem, hogy ő... Na, tehát úgy érzem, hogy komoly kapcsolatot szeretne, mély kapcsolat van köztetek, és úgy érzem, hogy néha szorong, néha szomorú. Lehet, hogy történt valami a kapcsolatban, lehet veszekedtetek, lehet azt gondolja, hogy nem szereted őt annyira, amennyire ő szeret téged. Tehát igazából úgy érzem, hogy nagyon vágyakozik, ugyanakkor jelenleg ma szomorú. Megjött a futár, közben beszél Olga, nem semmi. Jó, Olga, most légy szíves, ne beszélj. Na. Úgyhogy fél attól, amitől szomorú, te csak le, fél attól, hogy elveszíthet téged, és ezért szomorú, úgy érzem, hogy mély érzelmei vannak, és nem tudok beszélni, mikor megzavarnak, azt nem szeretem. Úgy érzem, hogy érzelmes és érzékeny ma jelenleg, és mind a ketten attól féltek, hogy elveszítitek egy másokat. Tehát igazából úgy érzem, hogy fél attól, hogy elveszíthet, és jelenleg ilyen koldus energiája van, ami azt jelenti... Na, egy pillanat. Elnézést, csajok, lányok, nem szeretem, amikor beszélnek a dolgaimba, tehát mindegy. Egy a lényeg, tehát, hogy ma nagyon érzel,
függős ez a férfi vagy ez a nő, és fél attól, hogy elveszíthet, de úgy érzem, hogy ez rád is vonatkozik, hisz egymásnak a tükrei vagytok. Ami jó hír, hogy kezdtek kijönni ebből a félelemből, ő is, te is, lehet, hogy ő kicsit jobban fél, hogy elveszíthet téged, lehet már veszített valakit az életében, lehet anyukát, apukát, vagy valakit, akit szeretett. Össze akarja szedni az érzéseit, és úgy érzi, hogy szerető annyira téged, hogy ne engedjen el, meg akarja tenni azt a lépést, hogy feléd jöjjön. Tudja, hogy rizikós például elhagyni a családját. Tudja, hogy rizikós, hogy jó lesz-e a kapcsolat, mert ugye mindig benne van a pakliban, hogy mégsem lesz jó, de úgy érzi, hogy meg kell tegye ahhoz, hogyha szeretni akar téged, már pedig ő veled akar ünnepelni, téged akar, egy családot akar veled alkotni, de kettő pohara van még mindig jelenleg, az egyik a pozitív, a másik a negatív, de úgy érzem, hogy lassan, de biztosan kiszedi a negatív dolgokat, a csészéből is teletölti sokkal jobb pozitív dolgokkal. Úgy érzem, hogy a harmadik szemcsakrája is kezd kinyillani, és érzi a saját intuitív, érzelmes gondolatait, bízik a szívében, és legjobban bízik a fenti hatalomban. Amit érzek, hogy a szemem ide betődik, hogy nagyon hiányzol neki, szexuálisan is vonzódik hozzád, és úgy érzi, hogy biztos, hogy meg volt írva, hogy találkozzatok, nem véletlenül történt, ami történt, abszolút nem véletlenül, hanem úgy érzi, hogy muszáj volt találkoznia, hogy ez a két lélek a szívfájdalomból felgyógyuljon, mert biztos volt szívfájdalmatok, jelenleg is van neki szívfájdalma, fél attól, hogy ne te okozzál neki szívfájdalmat, nem akarja, hogy például szeret aztán utána meg semmi, tehát azért fél, úgy érzem, egy páratokat fogja hívni ma vagy holnap, vagy hamarosan, és úgy érzi, hogy Istentől való ez a kapcsolat. Nézzük meg, hogy még mit szeretne üzenni. Félek, hogy el akarsz hagyni engem, vagy lehet, hogy már is hagytad. Az én hibám volt néha dolog, de téged okoltalak. Minden nap átveszem azokat a gondolatokat, amit beszélgettünk, felidézi. Egy páratoknál lehet, nagyon régóta voltatok együtt, lehet, hogy hamar összekerültetek, és úgy érzi, hogy túl fiatalok voltatok, ezért nem éreztétek egymást úgy, ahogy kellett volna, és félek beszélni veled, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy telepatikusan már most elmondja, hogy mennyire szeret téged, és nem tudok másra gondolni, csak te rád. Tehát nagyon szeret ez az illető, vannak problémák, vannak akadályok, de mint mondtam, nagy változás fog jönni a kapcsolatba hamarosan, amit meg fogjátok érezni és látni. Akinek már változás van, kérlek írjatok kommentet, hogy igen, már változás van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videóm, sziasztok! Aki szeretne e-mail jóslást, most kedvezményesen féláron tudok csinálni, és itt Cipruson van időm azért, tehát itt amúgy nagyon szeretek lenni, hisz ez a második otthonom, és így ilyen környezetben sokkal jobb jósolni, mint otthon. Köszönöm szépen, sziasztok!